A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén is számos színes nyári programmal készült a tagcsaládok számára. A júliusi lovastáborok mellett kirándulásokkal, vizitúrákkal, képzőművészeti és nyelvi táborokkal várták a résztvevőket. A múlt héten bonyolították le a nyári utolsó táborukat is, ahol a fiatalok játékos formában csiszolhatták tovább angol nyelvi tudásukat a Munkácsy Mihály Magyar Házban. Az egyhetes tábor az ukrán táborokhoz hasonlóan beutazós volt, amelynek költségeit szintén a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete vállalta magára Magyarország kormányának támogatásával. Fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekeink olyan időt töltsenek, ami hasznos is, és így gondoljuk, hogy így az iskola kezdés előtt egy kicsit, hogyha felfrissítik az angol tudásukat, az nem árt nekik, illetve a másodszorban pedig az is fontos, hogy egy közösséget alkotnak, hiszen ez már hagyomány, hogy itt a helyi összekötőnk, ugye a Júli, Kosztyó Júli, aki megszervezi ugye a tanáraival, angolt tanít, és itt gyerekek tulajdonképpen megismerkednek, barátságok szövődnek, én azt gondolom akár egész életre is kialakulnak, és ez nagyon fontos, hiszen Ugocsából indítunk buszt, Beregszázból, tehát nagyon sok Dercenből, nagyon sok településre érkeznek, nem csak munkácsiak, nem csak munkács környékbeliek, és itt megélik azt, hogy valóban ebben a helyzetben egy kicsit úgy felkészülnek és tanulnak is, játszanak is, tehát próbáljuk azért úgy összehozni a tábort, hogy élvezzék a gyerekek. A Nagycsaládosok Egyesületének kiemelt céljai közé tartozik minél több olyan program szervezése, ahol a tagcsaládok minőségi időt tölthetnek együtt. A programok kialakításában pedig minden ötletet értékelnek. Az angol nyelvi tábor Kosztyú Julianna a szervezet helyi összekötőjének tanácsára és vezetésével indult el. A tábor az mindig más, mint egy óra, mert itt próbálunk szórakozni, és a gyerekekkel nem csak tanulunk, hanem érdekessé tesszük a napjukat. Reggel, amikor a gyerekek megérkeznek, akkor csoportokra bomlanak, válnak, mindenki elmegy a saját csoportjába, és akkor olyan 45 perces foglalkozásokat tartunk, utána a szünet van, ami játékkal telik, akkor megint egy kis foglalkozás, megint szünet, ebéd után mindig egy foglalkozást tartunk nekik, valami érdekességet, ami meglepetéssel készülünk számukra. Már volt kézműves is, volt jazz dance, az ilyen tánc, amit nagyon élveztek. Ma a kutyafoglalkozás lesz, és még holnapra is tartogatunk meglepetést számukra. Az órákat játékkal, énekkel, hát inkább olyan szórakozáson keresztül próbáljuk nekik átadni az anyagot, tehát hogy ne legyen nekik unalmas, hanem hogy élvezni tudják, mint hogy halljuk a háttérben is nevetnek, meg tetszik nekik. És a cél az, hogy ez egy kis kedvet hozzunk nekik. A tábor minden évben nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében, akik a játékos nyelvórák mellett érdekes programokban is részt vehetnek. Mi a legjobb ebbe a táborban ide? Hát az, hogy nagyon sok mindenkivel össze tudunk barátkozni, hogy nagyon sok jó kézműves dolog van, és hogy nagyon sok mindent lehet itt a itt nézni, mert ugye hát ez egy múzeum vagy valami kiállítás, és akkor nagyon sok érdekes dolog van, meg nagyon jók az ételek, és az, hogy sokat megtanulhatunk angolul. Ételekről mi is tanultunk, meg el kellett mondani, hogy néz ki egy ember, vagy a szőn, és le kellett rajzolni. Engem leginkább azt tetszett, hogy el kellett mondani angolul, hogy mi hogy néz ki, és le kellett rajzolni, meg ilyesmi szoktunk csinálni, meg azokkal a témákkal játszódni szoktunk. A fiatalok a tábor délutánjain különböző szabadidős programokban vehettek részt. Csütörtökön például Tihor Melinda, a Bóbita Lelki Gondozó és Gyermekfejlesztő Központ munkatársa és kutyusai foglalkoztak a résztvevőkkel. A kutyusokkal igyekszünk mindig az élménypedagógiai játékokkal közel kerülni a gyerekekhez, segítjük a megismerkedésüket, hát így a tábornak azért a negyedik napján már az ismerkedésen szerintem túl vannak, de hogy egy kicsit közelebb kerüljenek egymáshoz. Igyekszünk az elfogadást is támogatni, segíteni, és ebben mindig bevonjuk a kutyusokat trükkökkel,
különféle játékokkal igyekszünk érdekesebbé tenni azokat a tevékenységeket, amikkel készültünk. Természetesen minden tantárgyi tábornak fontos, hogy meglegyen a szakmaisága. Ezt idén is egy munkácsi nyelviskola vállalta magára. Idén 31 gyerek jelentkezett a táborba, és 4 tanár foglalkozik velük, az alfa nyelvtanfolyamnak a tanárai, és köszönöm nekik, hogy segítettek megszervezni az idei tábort, és nem csak megszervezni, hanem levezetni. 8 gyerek van minden csoportban, 8-7 gyerek van minden csoportban, és ez nagyon jó létszám, hogy könnyen tudjuk az anyagot átadni, meg hogy könnyedén tudjunk foglalkozni velük. A jelenlegi nehézségek ellenére a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete továbbra is az egyik legjobban fejlődő kárpátaljai magyar civil szervezet, ahol mindenben igyekeznek segíteni a tagcsaládjaikat, legyen szó táborozási lehetőségekről, vagy direkt támogatásokról.